Sziasztok, Doggy vagyok! Itt is lennék a Modos Kalandpályás sorozatommal. Ugye ebben a sorozatban az általatok beküldött modos kalandpályákat fogom kijátszani. Ez egyébként a legeslegelső része ennek a sorozatnak. Hát őszintén szóval nem tudom, hogy milyen lesz, ugyanis még soha nem kommentáltam végig egy kalandpályát, remélhetőleg azért jó lesz így is a videó. És az első pálya az Marcel és David Hunter pályája lesz, ugye ez a versenyen első helyezést ért el, volt egy modos kalandpálya építő versenye, és a pálya a múlt három darabja nevet kapta, úgyhogy szerintem neki is kezdenék. Annyit még gyorsan elmondanék, hogy természetesen a versenyen kívül is, hogyha esetleg kedvet kaptok, nyugodtan építsetek még kalandpályákat, örömmel fogadom őket. A lényeg, hogy modosak legyenek, erről egyébként készítettem egy videót, hogy pontosan milyen modos kalandpályákat várok, tehát hogy mi számít modnak és mi nem annyira, úgyhogy aki esetleg még nem hallott erről, az mindenféleképpen nézze meg. Na, hát akkor szerintem kezdjük is el, ez a kis kezdő helység, ugye itt ébredtem, hát mindjárt kiderül, hogy mi van itt. Ezekben, ó, milyen csodálatos reggel, megnézem, kaptam-e új levelet. Hát akkor nem nézem meg, hogy mit írtak ebbe a kis könyvecskébe egyébként. Nem írtak semmit. Azt hittem, hogy van benne valami kis aprócska üzenet. Amikor egyébként végignéztem a pályákat, csak átfutottam rajtuk, tehát valószínűleg még így is fog érni meglepetés. Itt van a kis konyhám. Nagyon csecse, jól van. Akkor indulás, azt még nem tudom megnyitni, mert megnyomom, akkor ugye kírja, hogy először nézd meg a postaládádat, ami ez. Itt van levél Austintól, számla jó, az anyja most nem izgat, ott hagyom, franc se fogja fizetni. Üdv! Mint tudod, pár hónapja kutatok, és végre találtam valami nagyon érdekeset, ami biztosan érdekelne téged. Kérlek, indulj el minél hamarabb, ha ideérsz, elmesélek mindent. Üdvözlettel, Austin! Igen, és itt el van egyébként zárva, tehát nem tudok kimenni sajnos megnézni, hogy néz ki a terület. Úgyhogy indítsuk is el a pályát. És akkor itt van egy ilyen kis intro, ugye ezt már mutattam a videóban is, az eredményhirdetős videóban, szerintem baromi jól néz ki. Ott van a két készítője ugye a pályának, Marcel és David Hunter. És fejbevágnak minket. És meg is érkeztünk egy szigetre. Jó sok hajóval, 5 nappal később. 5 napig tartott az utazás, végre ideértem. Oké, a szabályokat és a történetet arra találod. A mappa Custom NPCs és a Chisel moddal készült, az 1.7.10-es verzióban, további info a tudnivalók mappában, kb. Ennyi, jó játékot. Jó, akkor először nézzük a szabályokat. Szabályok, csak megengedett blokkokat üsd ki, rakj le, info bővebb szabályzat. Ne használj parancsokat, a szükséges modokon kívül más ne használj, legalább könnyű fokozaton játsszál. Több infóért olvasd el tudnivalók. Igen, kaptam egyébként egy TXT fájt, abban benne volt, hogy az agyagblokkokat, a zúzott követ, illetve a kakaóbabot és a cukornádat kiüthetem. A többi dolgot azt elméletileg nem. Itt van a felszerelésem, 25 darab arany. Történet. Nemrég érettségiztél le történelem szakon jelesre. Az az álmod, hogy egyszer sikeres régész váljon belőled. Talán most jött el a te időd, a mentorod Austin professzor felkeresett téged azzal, hogy érdekes felfedezést tett. Mivel tudja rólad, hogy szorgalmas vagy és segítőkész, elhívott ide téged, hogy tanulja legyél a felfedezésének. De mindig is más voltál, furcsa képességeid vannak. Reméled, ezzel a kutatással majd elismernek, és hogy megváltoztatja az életed. Most menj és beszélj a professzorral, ő elmagyaráz mindent. Hát jó, érettségiztem. Töriből, hát, ja, sajnos muszáj egyébként pont. Töri volt az, amivel eléggé hadilában álltam. Na, Austin. Üdvözöllek, Doggy Andy, köszönöm, hogy ilyen hamar idejöttél. Üdvözlöm, professzor úr, siettem, ahogy tudtam. Örülök, hogy itt vagy, amiért ide hívtalak. Néhány hónapja már itt élek a szigeten, és egy ősi civilizáció után kutatok társaimmal. A másik szigeten találtunk egy templomot, ami feltárhatja az egész civilizáció rejtélyeit. A templom falán található írásokból megtudtam, hogy 3 szent tereke kell ahhoz, hogy megnyíljon előttünk a templom bejárata. Ezeket a tárgyakat még nem találtam meg, és nem tudom, hogy hol és hogy mit is keresek. Érdekes. Viszont pár napja találtam egy barlangrendszert a szigetem alatt. A kutatásokból kiderült, hogy elvezet egy kriptához, ahol a sírban található egy ősi könyv az erekékkel kapcsolatban. Értem.
Ebben szeretném segítségedet kérni, segíteni megkeresni a könyvet és ezzel feltárni ezt az ősi civilizációt? Szívesen segítek, mit kellene tennem? Most elbizonytalanodtam magamban, hát segítek neki. Igazából nem akarok itt tölteni egy egész estét Austinnal kettesbe, úgyhogy ja, inkább segítek. Remek, először is szerezd meg a felszerelésed. A ládában van egy kis pénz, abból tudsz vásárolni. A bolt a templom szigetén van. Ha beszereztél mindent, gyere és aludj egy kicsit, reggel indulhatsz is. Jó. Kutatások a szigeten. Pipacs. Oké, hát körbenézek. Itt például van agyag, amit kiüthetek. Elveszett levél, titok. Az elveszett levélben van valami? Mert fölöslegesen nem raknám tele az inventoriumot, nincsen. Viszont van itt egy ősi érme, úgyhogy ezt mindenféleképpen magammal viszem. Szerintem akkor igen, ebbe a ládába volt a felszerelésem, amit már el is vettem szorgosan. És akkor menjünk át arra a szigetre, ugyanis ez az a sziget, ahol tudok majd ugye felszerelést venni magamnak. Egyébként most így hozzáteszem, hogy amikor először ugye kipróbáltam ezt a pályát, akkor nem találtam meg ugye, hogy hol van leírva az, hogy milyen felszereléseket kell vennem, és elherdáltam a pénzemet mindenfélére. Úgyhogy utána szerencsére egyébként gondolt erre a készítő, hogy valószínűleg lesznek olyanok, akik nem túl figyelmesek. Egy csomó mindent kellett farmolnom, és el tudtam adni szerencsére dolgokat, és akkor tudtam megint pénzt szerezni. Na, itt az eladó. Vásárolni szeretnél? Igen, miket tudok vásárolni? Most nem, miket tudok vásárolni? A boltban élelmiszert, alapanyagokat és lőfegyvert tudsz vásárolni, aranyérmért cserébe pénzt szerezni, eladással, kereséssel, vagy egyéb munkákkal tudsz. Ha eladni szeretnél, beszélj a vásárlóval. Jó, húha, viszont már kiment a fejembe, hogy mit kell vásárolni, úgyhogy a J betűt megnyomom. Illetve az L betűt, igen, a L betűt. És kell vennem, ugye ahhoz, hogy meglegyen ez a küldetés, egy facsákányt, egy fakardot, és egy, nem is tudom mi az, melvértet talán, igen, melvértet, egy bőrmelvértet. Tehát akkor kell egy csákány, ahhoz kell, hogy legyen ugye fa, hát nem tudom igazából, ez biztos, hogy kell három darab, hogy meg tudjam csinálni a melvértet. Ahhoz, hogy tudjak csinálni egy fakardot és egy facsákányt, még kell, hogy legyen fám. Szerintem egyébként ennyi elég, de azért ugye megnézzük, lekraftolom. És nem akartam igazából ezt így számolgatni, de igen, ennyi elég kell, hogy legyen. Jó. Majdnem. Elfelejtek lassan kraftolni. Alap Minecraftos dolgokat. Jó. Ez elég is lesz, most menj egy sal, ugye egy kicsit reggel indulhatsz is. Akkor meg is van. Ugye, megcsináltam ezt a küldetést. És majd lehet, hogy mellé küldetésekkel is fogok foglalkozni. Nem tudom egyébként, lehet, hogy ez egy több részes videó lesz, mert elég hosszú a pálya. És ha mondjuk több mint fél óra lesz, amíg kijátszom, akkor viszont biztos, hogy több részre fogom szedni. Jó. Na hát akkor menjünk is vissza. És akkor beszéljünk Austinnal megint, illetve aludnom kell. Au. Au. Így tudtam volna fát szereznem, kellett volna megvásárolni. Na mindegy, azért kellenek majd még azok a hajók. Jó, itt egy gomb. Nem csinál semmit, valószínűleg egyébként, ha nappal lenne, akkor estét állítaná. Ugye, Csabinyó? Jó, na hát akkor aludtunk is, akkor beszéljünk szerintem megint Austinnal. Illetve nem akar. Nem akar velünk beszélni, hát akkor keressük meg azt a barlangrendszert, remélhetőleg látható helyen lesz. Itt már lejjebb nem tudok ásni, a ládát nem üthetem ki. És azt mondta, hogy a sziget alatt lesz egy barlang rendszer. Hát akkor keressük meg. Remélhetőleg nem kell csak ugyan, hogy itt szék. Itt szokott ülni és nézni az óceánt. Hát jó. Itt van egy kis vízesés, ez elég gyanús nekem. Nincs ott bent semmi láda vagy ilyesmi? Nincs. Óha. Ez viszont... aha! Jó, itt kellett volna lemásznom. És itt van egy út lefele. Szépen kivilágított, kiépített. Itt ezeket jó lenne most már kezembe venni. Jó, és akkor követ se üthetek ki, viszont az úzott követ igen, úgyhogy majd abból tudok craftolni magamnak jobb cuccokat. Viszont kaját azt vehettem volna.
Hogy erre nem gondoltam. Elveszett levél, ezt megint itt hagyom. Abból aztán lehetne egy csomó. Ezt meg fölveszem. Lehet egyébként vehettem volna magamnak több dolgot is, azért van pénzem. Na most már mindegy. Majd esetleg, hogyha másik kalanddal még találkozunk. Remélhetőleg nem lesznek túl erősek ezek a szörnyek. Elég sötét van odalent úton, azért azt megnézem, hogy jó, normál. Remélhetőleg bírni fogjuk a kihívást. Ó! Ez nem úgy néz ki, mint egy sírhely. Hát nem. Én a kalandor. Kicsit azért be lennék rezelve, meg lehet, hogy kicsit be is vagyok. Remélem azért majd láttuk mindent a videóban. Ez sem néz ki kriptának. Ó, itt is van agyag. Mondjuk nem biztos, hogy ezt kellett volna használni. Elveszett levél. Jó. Egy és se titok volt, úgyhogy... Még jó, hogy van csákányom. Igen, az úzott követ akkor kiüthettem. Ki is üttem, és akkor majd csákból leszentem vaskardot. Meg vaskardot, kőkardot, meg kőcsákányt, úgyhogy azért is szedem ki így. Gondolom egyébként könnyebb lenne átjutni. Jó, hát ennyi. Talán majd elég lesz. Ó. Jó, most már látom a végét. Hát 15 kő elég lesz, ahhoz, hogy majd upgrade-eljem a cuccokat. Ez viszont már igen, megvan. Juhu, közé körbenézek, meg itt is majd ott tovább megyek. Ó, meg de inkább nem megyek. Látom, egy kalandor nem volt valami okos. Nem tudta, hogy a láva az nem az ember barátja. Na hát akkor menjünk is tovább. Egyébként nagyon, nagyon tetszik a hangulat. Csak óvatosan. Nagyon tetszik egyébként. És le is zárult mögöttem az ajtó. A pályának a hangulata. Aha, itt egy kar. Menjünk át. És itt már vannak emberek, akik támadnak. Uha. Jó, oké. Hát akkor menjünk tovább. Igen, kaja az nagyon nem ártott volna. Kellett volna vennem kaját. Kár, hogy erre nem gondoltam. És akkor ezt kiüthetem. Megvan! Ah, itt a kripta. Most föl kellene tárnom a sírhelyet? Ja. Sírrabló leszek. Úgy látszik. Elveszett levél valakinek itt a koponyája, hát elviszem a elhunyt darabjait, hát ha el lehet majd adni. Ősi könyv, még azt az érmét. És akkor megnézzük ezt az ősi könyvet, könyv a múltból. És mi történt? Szédülök. Le is csaptak. És itt ébredek. Hol vagyok? Ki kell jutnom azonnal? Ez biztos. Aha. Föl tudok mászni. Ez meg mi volt? Mindegy, megvan a könyv, megyek és szólok Austinnak. Viszont nem azon a szigeten vagyok, ahol Austin kellene, hogy legyen. Jó. Van valami egyébként? Nincs írva semmi a könyvben. Itt van Sarah. Úgyhogy beszélgetek vele. Eléggé durván ki van rúzsozva a csaj. Szervusz, nem láttál egy kis térképet valahol itt a szigeten? Szia, milyen térképet? Nem láttam, bocsánat. Nem láttam, de hát ha mellékküldetés, vagy lehet, hogy egyébként főküldetés. Ami rajta van az egész környék, jaj ne, pedig nagyon nagy szükségem lenne rá. Ha ráér, segítenél nekem megkeresni? Biztos itt van valahol, kette hamarabb megtalálnánk. Persze, hogy segítek. Oké, te nézz körül a sziget északi oldalán, én meg itt a délin keresem. Remélem megtaláljuk. Jó, akkor nézzük meg. Itt van egyébként egy agyag cucc, elveszett levél. Már egyet azért elhozok magammal, ki tudja. Lehet még jó lesz valamire. És akkor én itt nézek körbe. Meg is van Sarah térképe. Ezt körbe lehet, meg lehet nézni, hol a térkép. Aha. Jó, megnézem azért, hát ha erre is van valami. Valami kis agyag cucc, vagy ilyesmi. Ó, van is.
Elveszett levél, ancient coin. És egy úszó csirke. Búvár csirke. Jó. Na hát akkor menjünk, és akkor odaadom Szarának a térképét. Szerintem azért én ki tudok igazodni térkép nélkül is, legalábbis nagyon remélem. A kakabobot kiüthetem. Úgyhogy ezt ki is ütöm. Majd eladom, meg a cukornádat is. Hát én most ide szerintem nem fogok visszajönni, úgyhogy tövestől kiütöttem. Tessék, Szara. Végre megvan, pedig mindenhol kerestem. Ezzel a térképpel rengeteg dolgot meg lehet találni. Ezt a kristályt keresés közben találtam a szikla tövében, jobb helyen lesz nála további jó kutatást. Köszönöm. Találtam kristályt, és akkor... ha jól látom, akkor az lesz ott a nagy sziget. Igen, az lesz a nagy sziget, úgyhogy remélhetőleg igen, az lesz Hosting sziget, otthon ugye az a lemászó cuccos, amit nem találtam meg, hanem inkább körbe másztam az egész szigeten, de ez most lényegtelen. Na hát akkor adjuk oda Austinnak a könyvet, mert hogy mi még semmit nem tudtunk meg arról, hogy most akkor hova kéne menni. Itt viszont itt csak tőből szedem le. Jó, tessék. Köszönöm, menj és feküdj le aludni nyugodtan, addig én elolvasom a könyvet, jó pihenést. Állandóan aludnom kell? Jó. Igen, este. Na hát akkor föl is keltünk, és akkor remélem ad valami új küldetést. Austin, jó reggelt! Remélem sikerült kipihenned magad. Jó reggelt, nem sokat aludtam, megtudta az erekjék nevét? Igen, sikerült megtudnom. Az első szerencse kristály, a második a vörös rubin, a harmadik pedig a kék grál. Már beszéltem pár társammal, ők tudnak neked segíteni. A tárgyak helyeit illetően. Először keresd meg Johnt, ő már megtalálta az egyiket. Megkeresem. John a templom szigetétől keletre lévő kis szigeten van. Beszélj vele, vigyázz magadra, amíg összegyűjtöd az erekéket. Sok szerencsét dogjon, Di. Köszönöm viszont látásra. Akkor először is átutazok a nagy szigetre. Ugyanis veszek magamnak elemózsiát. Nem tudok beleszállni abba a hajóba. Megtagadja azt, hogy beleüljek. Ez fura, nem tudok beleülni a hajóba. Most sikerült. Belehuppantam. És akkor menjünk oda. Lehet, hogy akkor most jól bevásárolok. Illetve ott fönt a fa tetején, ha jól emlékszem, ott lehet eladni ilyen érméket, meg kincseket. Úgyhogy... kicsit most azzal fog foglalkozni, hogy legyen elegendő cuccom a további kalandokhoz. Adományláda, adománya nincs talán kutatóknak. Ha van felesleges tárgyat, felszerelésed, tedd ide nyugodtan, köszönöm. Hát majd meglátom, hogy mi felesleges, aztán eldöntöm. Ezekben nincs semmi. Nincs. Ne bántsátok a lajhárokat, mert a lajhár egy szent állat. Bizony. Ezt a Zsömi mondta. Egyik GTA-s livestreambe. Lajhár imádó Alexa, szia! Mi az a lajhár? Az egy állat, Zsömi. Egyébként ne bántsátok a lajhárokat, mert a lajhár az egy szent állat. Az. 10 perc, még azt se tudtad, hogy hogy néz ki. Ilyen két láb rágaskoló valami. Az a, a lajhár? Mi azból egyes? Egész egyébként... jó megy. George mellé küldetés. Jó. Majd azt is megnézzük. Igen. És mit vásároljunk? Egy aranyalma, az biztos, hogy jól fog jönni. És marha steaket veszek. Mert a jótom azt tölt vissza legtöbb ételt. És hát vasat nem tudok venni, úgyhogy még bőrt veszek, hogy bőrcuccokat tudjak még magamnak csinálni. Jó. Szerintem igazából ezt már mint költhetném. Ó, ne, pókfonalat vettem. Na mindegy. Majd megnézzük. Szerintem egyébként ennyi már elég kell, hogy legyen. Sityak. Aztán csak magamnak egy nadrágot, nem lesz még elég, még akkor kell vennem. Ja, igen. És akkor még veszek. Eltűnt a bőröm. Volt még egy bőröm, nem? Mindegy, ezt addig elkezdem szerintem kisütni. A húsit csak nem fogják ellopni addig itt a helyi lakók. Nem hiszem egyébként, hogy nagy szükségük lenne rá.
És akkor fölmegyek oda a fára, aztán megkeresik Johnt is, csak tényleg nem akarok felszerelés nélkül elindulni. Itt egyébként azt hiszem el tudom adni, illetve be tudom cserélni ezeket a többi coinokat. Ami pedig nem rossz dolog, hogyha már van, mert kereskedni csak így tudok velük. Jó, oké, vásárló. Mit hoztál nekem? Van néhány dolog, amit eladnék. Igen. Még jó, hogy elhoztam a koponyát, meg a csontokat is. Na, hát király. Oké. Ebből is van 6 darab. Ja nem, majd ezt összeadja az aranyjal, de ugyanannyi van belőle szerencsére. Valószínűleg akkor erre gondolt a készítő. Jó, és akkor még a koponyát is el tudom adni, illetve ezt a kristályt is, amit kaptam. Jó, oké. Illetve kakaobabot is. Meg ezt is. Szuper, szerintem akkor így mindent eladtam. Várjunk csak. Jó. Igen, egy kicsit még hozzá kell szoknom ehhez a Custom NPC-s megoldáshoz. Oké. Okay. Szerintem akkor ennyi, amit el tudok adni. Mert más nekem nincsen. De van 24 darab aranyam, úgyhogy az már bőven elég lesz szerintem ahhoz, hogy bevásároljunk. Oké. Okay. Na hát akkor vissza emberkénkhez, remélhetőleg már kisült a húsink is. És akkor még csinálok magamnak jobb kardot, meg jobb csákányt. És majd szerintem a mellékküldetéseket is mindenféleképpen meg fogom csinálni. Maximum a történet vége felé. Eladó. Igen. Ja, nem kérdezni akartam, de mindegy. Jó, bőr már van. Nem tudom, mit vegyek. Még fát, mert azt most elégettem nagy okosan. Illetve veszek szerintem egy íjat is, és hozzá nyilvesszőt is. Hát, ha szükségem lesz rá. Megveszek még húst. És akkor még marad is. Jut is marad is. És azon gondolkozok, hogy mi lett a bőrzubbonyommal. Mert hogy ő... ezt benyelte volna. Akkor megcsináltam a küldetést, vagy eltört, lehet eltört. Akkor veszek még bőrt. Remélem lesz rá pénzem. Pont van. Jó. Akkor még jó, hogy eladtam azokat a dolgokat. Oké. Okay. Hát most már végre teljesen fölöltöztem. És kisült közben a húsim. Kisült, igen. És akkor még megcsinálom a jobb felszerelést. Oké. Okay. Hát remélhetőleg ez nem csalás. Jó, szerintem akkor ennyi. Még ezt megvárom. És addig megnézem ezt a emberkétét. Mint ha láttam volna egy ládát a hajó raktárében, gondolom érdekel, akkor addig azt megnézzük. Ez a hajó egyébként is izgalmas. Nincs beleírva semmi. Na hát akkor menjünk le, és akkor nézzük meg, itt lesz a raktere úgyis a hajónak. Azért megnézem itt is hát, ha valami el van rejtve. De nem hiszem egyébként. Fölkapcsolom a villany. Titok? Ó! Ezeket a titkokat is majd meg kellene nézni. Sült hal. Jó. Az tök jó. Na hát akkor most már szerintem úgyis készen vagyunk a kajával. És akkor keresünk meg Johnt, keletre van, hogyha jól emlékszem.